Jó napot kívánok! Ez a közügyek mai témáink. Ősztől 400 egyetemista költözhet be az Újvidéki Európa Kollégiumba. Az elkövetkező három szombaton pedig szervezetten nézhetik meg az épületet a szülők és a leendő egyetemisták. Harmadikos, negyedikes középiskolásokat vár a szervező Vajdasági Magyar Szövetség. Részletek nem sokára a VMS elnökétől, Pásztor Istvántól itt a közügyekben. Szerdán ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács, kettő új tagot kell választani a végrehajtó bizottságba, mivel időközben Beretka Katinka is benyújtotta lemondását, egyéb napi rendi pontok is lesznek, összesen 79, ezekről is beszél majd az MNT elnöke Hajnal Jenő itt a közügyekben. Azt követően pedig interjút láthatnak Rozsnyik Szabolccsal, aki Magyarországot képviselte egy amerikai tudományos versenyen a középiskolások mezőnyében, tehát vajdasági magyar diák is ott volt a világ legnagyobb tudományos versenyén, amelyet középiskolásoknak szántak. Magyarországot képviselte az entai bolyai tanulója. Szarajevóban járt a pápa, ezernél is több vajdasági zarándok is ott volt a helyszínen, kettőt közülük ide várunk a stúdióban. Durindó és Gyöngyös Bokréta, mutatjuk majd a legszebb pillanatokat. Ezek a mai témák, kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Az ön gyermeke a középiskola harmadik vagy negyedik osztályába jár és tovább tanulna, jöjjön el Újvidékre és nézze meg az Európa Kollégiumot. A Vajdasági Magyar Szövetség június 13-án, 20-án és 27-én szervezett autóbuszjáratokat indít Szabadkáról, Zentáról, Zomborból, Csókáról, Tordáról és Székelykevéről. Jelentkezni a VMS központi irodájában lehet. Telefon 024 55 3 801. E-mail office@vms.org.rs. Segítünk dönteni a továbbtanulás nehéz kérdésében. Készült a Vajdasági Magyar Szövetség megbízásából. A stúdióban pedig a vendég Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, felvételről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hogy áll most az Európa Kollégium projekt? Hát azt gondolom, hogy nagyon jól, minden jel szerint igazak a várakozások, hogy június folyamán befejeződik az építkezés. Ez azt jelenti, hogy július, augusztus, szeptember áll rendelkezésre ahhoz, hogy a technikai átvétel, a működési engedélyt biztosítani lehessen. Azt gondolom, hogy erre minden föltétel megvan. És egészen bizonyos az, hogy ősztől mintegy 400-an fognak ott lakni. Azt gondolom, hogy az idei évnek ez az egyik legfontosabb híre, mert az utóbbi évtizedeknek az egyik legfontosabb vajdasági magyar beruházása. Arról beszéltünk, hogy ez nem csak egy egyszerű kollégium lakóhely lesz Újvidéken, hanem egy olyan központi hely, ahol a leendő vajdasági magyar értelmiségi tud találkozni, együtt tud lenni, ahol különféle programok állnak a rendelkezésre, amely közösségi térként fog szerepelni. Ezt milyen tartalmakkal kívánják majd ősztől garantálni? Ennek a kidolgozása nem politikai, hanem szakmai kérdés. Abban állapodtunk meg Halna Jenő elnök úrral, illetve a felsőoktatási konzultatív testülettel szombaton, hogy elnök úr fölkér egy jelentősebb számú csapatot annak érdekében, hogy ezt a kérdést körüljárja, és hogy megszülessen az 5-6-7 fajta program, amivel ősztől el lehet indulni. Utána pedig hát majd csiszolódik a történet, és bebizonyosodik, hogy mire van igény, mi az, ami pluszban igényként jelentkezik meg, és az elsődleges elképzelésben nem volt benne. Hogy egészen világos legyek. Ez az épület abban különbözik egy hoteltól, hogy ezek a tartalmak benne vannak, ez egy magyar intézmény, és az ott lakáson kívül, azon kívül, hogy a gyerekekkel
tanárok foglalkoznak, hogy segítsék őket a tanulásban, még plusz olyan tartalmak is lesznek, amelyek a feszültségeket oldják, amik a problémákra próbálnak orvoslást találni, illetve egy olyan közösségépítő program sor fog lenni, amelyik megteremti nálunk a hagyományát a szakkollégiumoknak, amilyen például Magyarországon rengeteg volt, és ahonnan nagyon sok, nagyon fontos közéleti ember került ki annak idején. Azt tudják-e már, hogy most ősztől kik nyerhetnek oda felvételt? Csak azok, akik most lesznek elsőévesek, vagy idősebb generációk is? Ennek a végső kidolgozása folyamatban van. Az imént említett konzultatív testület összejövetelen körülbelül az körvonalazódott, hogy két nekifutásban kellene a pályázatot kiírni. Most július folyamán elsősorban az elsősök számára, akik fölvételt nyernek az Újvidéki Egyetem, az Újvidéki Állami Egyetem különböző karaira. Azt követően pedig ősszel a másod, harmad, negyedévesek, ötödévesek számára, hogy akik föltételt szereznek a következő beírására, ők is tudjanak pályázni. A számok vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy az körvonalazódik, hogy a 400 helyre, mint egy 400 helyre, ami egyetemistákkal kerül betöltésre, mint egy 140-150 első éves volna júliusban, és azt követően pedig a második, harmadik, negyedik, ötödévesek élveznének prioritást, és hogyha maradna szabad hely, akkor az első évesek, akik ebbe a 140-150-ben nem kerültek be, föl tudnák tölteni a számot maximális szintig. 428 ágyas ez a kollégium, 400 kerülne most itt első lépésben betöltésre, mert vendégtanároknak kívánunk biztosítani ott tartózkodási lehetőséget. Azzal kapcsolatban is elindult egy közös gondolkodás, hogy az orvosok, akik Újvidéken specializálódnak, esetleg egy másik ösztöndíjprogram kereteimből ösztöndíjhoz tudnának jutni, illetve itt tudnának lakni annak érdekében, hogy specializációt szerezzenek, hogy gyerekorvosaink legyenek, nőgyógyászok és más szakorvosok, akikben nagyon nagy a hiány ma, és egészen biztos, hogy még nagyobb fog lenni az elkövetkező években. Van-e ennek anyagi vonzata már, mint az ott lakásnak? Ez se alakult még ki végérvényesen. Az egészen biztos, hogy közösségileg tudjuk ezt a kollégiumot építeni, tehát működtetni. Ez azt jelenti, hogy nem adjuk át gazdálkodásra és rendelkezésre a szerb államnak. A magyarországi támogatásból tudjuk nem csak az ösztöndíjat finanszírozni, hanem ennek a kollégiumnak a működését is. Viszont egyértelmű az álláspont, hogy részt kellene venni ennek a kollégiumnak a fenntartásában és működtetésében egyfajta visszafogott díjnak a kifizetésével, mert ami ingyen van, annak nincsen értéke és nincsen becsületje. Körülbelül az alakul ki most, körvonalazódik megoldásként, hogy az állami egyetemeken alkalmazott legalacsonyabb bérleti díj legyen az, aki mindenki számára kötelező, egy olyan 2-2,5 ezer dinár. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy ha valaki például 100 euró ösztöndíjat fog kapni, az 12 000 dinár most, ebből kellene, hogy kifizesse a kollégiumot 2-2,5 ezer dinárt, a többiből pedig ott tudna élni, étkezni, utazni és egyéb más szükségleteit finanszírozni. Aki nem jut be a kollégiumba például, az úgy szintén megkaphatja ezt a 100 eurónyi ösztöndíjat, viszont akkor ebből kell neki fizetni a lakbért, ami ennek a 2,5 ezernek egészen biztos, hogy többszöröse. Tehát itt mind a két lehetőségnek a párhuzamos igénybevételére és használatára nyílik lehetőség, és azt gondolom, hogy ezzel még egy lépést teszünk annak érdekében, hogy akiben van ambíció, független attól, hogy milyen anyagi helyzetben van, ha fölvételt nyer, akkor valóban tudja magát finanszírozni jó teljesítménnyel, és be tudja fejezni egy egyetemet. Elnök úr, az körvonalazódik-e már, hogy az ösztöndíj rendszer hogyan alakul át, és egyáltalán az idei évtől? Hát az, amit én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, mert ez MNT hatáskör, az a konzultatív testületnek a szombati összejövetele. Itt az elmúlt 4 évek tapasztalatai kerültek áttekintésre. Némi módosítás történt, nem az összegek vonatkozásában, hanem
a föltételek tekintetében ez még további csiszolásra vár, és ami egészen biztos, hogy a pályázat július folyamán, ahogy a döntés szól, meg fog jelenni, jelentős eltérések nem lesznek az eddigi gyakorlathoz viszonyítva, viszont ősztől át kell tekinteni az új MNT-nek a felsőoktatási stratégiát, és már most mutatkoznak olyan ügyek, olyan fölvetések, amiket figyelembe kell venni akkor, amikor a létező stratégiáknak az áttekintésére sor kerül, és esetleg, ha a stratégia módosul, azt gondolom, hogy módosulni fog sok vonatkozásban, akkor az azt követő évben, tehát a 16-17-es iskolaiben kellene foganatosítani a változásokat. Most egyelőre többé-kevésbé ugyanazon a pályán marad a történet, ahol eddig volt. A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében, ahogy a társadalmi célú hirdetésben is láthattuk, szervezett formában lehetővé szeretnék tenni az érdeklődő korosztálynak, szüleiknek a kollégium megtekintését. Miért gondolták ezt így fontosnak bemutatni az épületet? Hát azért, mert azt gondolom, hogy kevesen tudunk, vagy kevesen tudnak róla, és mindenek előtt azokkal kell megismertetni, akik már most igénybe tudják venni, illetve akik az elkövetkező tanévben kell, hogy eldöntsék, hogy a gyerekük hol fog tanulni, illetve hogy a gyerek hol fog tanulni. Ennek szempontjából azt gondolom, hogy ez egy olyan új színfót, egy olyan új hihetetlen lehetőség, amit meg kell ismerni, és a tapasztalat hírét továbbvinni. Ez egy olyan épület, amelyik teljes vonatkozásban a MIN főhatóságunk alatt van, ahol biztonságban lehetnek a gyerekek, ahol foglalkoznak velük, ahol segítik majd az előre haladásukat. Azt gondolom, hogy ez jó, hogyha a szülő is látja, hogy milyen lehetőség áll rendelkezésre, mert azt gondolom, hogy ez is fontos a döntés szempontjából. Mi most azt céloztuk meg, hogy 3 szombaton, 13-án, 20-án, 27-én az összes érdeklődőt ebben a 3 napban elviszük Újvidékre, és körüljárhatják az épületet, megnézhetik. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon impozáns, 2 ágyas szobák vannak, hűtéssel, fűtéssel, teakonyhával, egy szobára, egy frizsiderrel. Azt gondolom, hogy olyan körülmények lesznek, hogy otthon is sajnos csak nagyon keveseknek van ilyen életkörülménye. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Szerdán tartja újabb ülését a Magyar Nemzeti Tanács, ezen választják meg az MNT végrehajtó bizottságának új tagjait is. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, április 2. felében Lovas Ildikó benyújtotta a lemondását, illetve azt megelőzően megszűnt a korábbi MNT VB-nek a mandátuma is, egy jogi formai előírás vétség miatt, és azt követően 4 tagot választottak. Ezt az egy hiányzó tagot kellett volna most megválasztani, időközben azonban lemondott Beretka Katinka, az MNT végrehajtó bizottságának tagja, és vendégem pedig Hajnal Jenő, MNT elnök felvételről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akkor most 2 tagot választanak ezek szerint szerdán. Időközben a hétvégén egy csomó információt lehetett ezzel kapcsolatban találni az interneten. Kezdjük sorjában. Beretka Katinka mikor mondott le? Beretka Katinka a múlt héten nyújtotta be lemondását, pontosabban május 31-ével kérte a felmentését, és továbbra is a Magyar Nemzeti Tanács tagja szeretne maradni, de a végrehajtó bizottsági tagságát a jövőben nem szeretné betölteni. Még kerestük Beretka Katinkát, szerettük volna megkérdezni, hogy miért döntött így, nem jelentkezett a telefonhívásokra. Ön tud-e azzal kapcsolatban valamit mondani, hogy milyen indoklással mondott letisztségéről? Én azt tudom, hogy Beretka Katinkáról mi volt a véleményem, és hogyan tudtunk együttműködni. Ő szerintem elmondja az indokát. A lemondás okában, amire hivatkozott, az úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban egy olyan kérdést vett föl, amely számomra részben érthetetlen, hiszen éppen ő volt az egyik
a végrehajtó bizottságban, akit elsőként kértem föl, hogy legyen közreműködője, és hát nagyon jól együttműködtünk. Korábbról ismertem már Peretka Katinkát, és hát tanulmányait folytatva egy nagyon perspektívikus, nagyon tehetséges jogásznak tartom, akinek nyilvánvalóan, hogy az ambíciói jóval nagyobbak is, mint hogy az MNT végrehajtó bizottságának a tagja legyen, és ez így nagyon jó. Ezért a közösségért tenni akar, ő ezt el is mondta. És hát amióta együttműködtünk, én azt hiszem, hogy nem volt olyan alkalom, lehetőség, hogy bármit kért, azt ne tettem volna meg, örömmel szívesen tettem, teljesen megbíztam abban a munkában, amit végzett, és hát ő volt az, aki a hivatalos nyelv és írás használati teljes kommunikációt lebonyolította, és hát szinte bármilyen dokumentumról volt szó, még azt se külön igényeltem, kértem, hogy a végrehajtó bizottságon külön kihozza ezeket, ha bár megtette, néhányszor nem tette meg, de lényeg az volt, hogy minden alkalommal, teljes bizalommal elfogadtam az ő javaslatait, kezdeményezését, aláírtam. Nagyon fontos volt számomra, hogy bekapcsoljam azokba a tárgyalási folyamatokba, ami a 23. tárgyalási fejezethez kapcsolódnak, segítőkész volt, jól együttműködtünk. Nyilvánvalóan, hogy... Meglepődöttem most, hogy lemondott? Hát igazán nem lepődtem meg, hiszen azért az elmúlt hónapok háttere, mindaz, ami a Nemzeti Tanácshoz kapcsolódott, kötődött is, azok a feszültségek, amelyek voltak. Hát nyilvánvalóan azok az észrevételek, kifogások, amelyeket egyrészt dr. Korhec Tamás nevéhez fűződtek, az ő köré csoportosultaknak a kifogásai, a Nemzeti Tanács munkájával, stb. És hát ebből adódóan én úgy érzem, hogy egy olyan feszültséghelyzet is adódhatott magának Beretka Katinkának, aki együtt ugye közvetlen munkatársi viszonyban van Korhec Tamással, másrészt itt volt a végrehajtó bizottságban, de ezekről nyilvánvalóan majd ő nyilatkozni fog és el fogja mondani, hogy ezek a kapcsolatok miként befolyásolták. Én azt látom és sajnálom, hogy ő így döntött. Ő korábban jelezte már, amikor a végrehajtó bizottságnak, ezt őszintén el kell mondanom, az első a mandátuma megszűnt, hogy ő valószínűleg, hogy a nyár végéig lesz itt, és utána új munkafejet fog keresni. Máshol próbálja a közösséget szolgálni, szó szerint így mondta, és a lemondásában is erre utalt. Ha már megtörtént a lemondás, akkor miért várták meg magát az ülést, illetve pontosabban az MNT soron következő ülés anyagának a kiküldését, tehát hogy így egy mellékágon, egyfajta mellékágon került a nyilvánosság elé ez a téma? Hát nyilvánvaló, hogy ez összefüggésben állt az új tagok kinevezésével is, hiszen új tagot kellett kinevezni, és én azt hiszem, hogy ez volt az az alkalom pillanat, ahol a Magyar Összefogás tagja is megtárgyalhatóvá vált, kik lesznek az új tagok, kik kerülnek be, és hát ehhez kötöttük, kapcsoltuk azt is, hogy Beretka. Ő személy szerint nem tette nyilvánossá lemondását, én úgy gondolom, hogy nem az én feladatom és kötelességem volt, hiszen ő május 31-i munkaviszonyban is volt a Nemzeti Tanácsban. Beszéljünk az új VB-ről. Igen, hát az eddigi elképzeléseket folytatjuk, tehát a végrehajtó bizottság tagjait a jövőben is úgy képzeljük el, hogy sokoldalú képzettek, jól lássák ezt a közösséget, és nagyon fontos, hogy nemzetileg elkötelezett tagjai legyenek a vajdasági magyarságnak. Két új személy jön be a végrehajtó bizottság tagjai közé, Petkovics Márta, ő csantavéri lakos, ugyanakkor itt a Szabadkai gimnáziumban dolgozik, kiváló földrajzszakos tanár, a polgári ismereteket is tanítja, és hát ha az életrajzát átfutjuk, akkor látni fogjuk egy nagyon elkötelezett olyan pedagógus, akire igazán példaként lehet fölnézni, és hát akinek az életpályája modellálja azt is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács hogyan miként próbál a pedagógusok felé közelíteni, hogyan próbál őket segíteni szakképzésekkel, és egy olyan új pedagógus életpálya kialakításával, amelynek egyik elkötelezett szándéka, hogy a fiatalokkal, a diákokkal nem csak az iskola falain belül, nem csak az óránt kell foglalkozni, hanem egy nyitott, minden alkalmat megragadó tanítási és nevelési formát tudjunk biztosítani.
Petkovics Márta élete ezt példázza, hiszen 15 különféle okleveles szakképzést fejezett be, Magyarországra járt specializációra, gyermekeket vitt nemzeti jelentőségű, fontosságú rendezvényekre, táborokra, közreműködője volt a Nemzeti Összetartozás Napjának a küldöttségében részt vett. Tehát számos olyan tevékenységet végzett, és úgy gondolom, hogy ezek azok az értékrendek, amelyekre oda kell figyelni, és amelyek számomra azért is fontosak, hogy egy pedagógus ezen a téren sokoldalú legyen, közösségközpontú legyen, másrészt pedig, ha megnézzük, hogy hány szakkönyvet fordított, hány szakrecenziót írt, az pedig egy olyan szakmaiságot a tanítás mellett fölmutat, amely ebben a témakörben nagyon fontos és nagyon jelentős, hiszen éppen a terveink közt az szerepel, hogy szorosabbra kell fűzni a tankönyvkiadókkal a kapcsolatot, és főleg a fölvételi vizsgáknál, kísérettséginél, máshol, versenyeknél jelentkező fordítási problémák hihetetlenül elburjánoztak, és hát mi itt már próbáltunk több alkalommal egyebek között a feladatgyűjtemény újra fordításával is, a Nemzeti Tanács közbelépett, hogy a felvételre készülő nyolcadikosoknak minél jobb és nyelvében minél hitelesebb könyvet tudjunk átadni. Igen, tehát ez a vegyes teszt a kísérettségizők számára. Nézzük a másik tagot, akit javasolnak majd. Madarász Gyula, ő nagybecskereki muzsiai lakos, és hát az ő személy, ő élelmiszeripari mérnök, iskolában is tanított, de megfordult az iparban is, vállalkozói cége volt, tehát egy teljesen más világból érkezik, és hát az a vállalkozói világ, az a szféra, amelyről ugyancsak nagyon sokat beszélgettünk a Nemzeti Tanácsban, hogy hogyan miként tudjuk a civil világot és a vállalkozói világot úgy összekapcsolni a Nemzeti Tanács munkájával, hogy a négy területen belül azért a négy terület érvényesüljön, de ugyanakkor valahol a vállalkozási kedv, a fiataloknak az fiatalokkal való törődés, a duális képzés megjelenjen és jelen legyen a mindennapi életben. Madarász Gyula ennek egy kiváló szakértője, és hát nem csak ezért fontos a muzsiai civil központnak a vezetője, tehát egy egész régiónak a civil életét fogja össze, és nem most, hanem már évek óta ezt teszi, nagyon elégedettek voltak éppen a civil mozgalomban az ő munkájával, ezért is kerülhetett ilyen helyzetbe. Tehát ami még érdekesebb, hogy a császárkert gyűjtőnevet viselő szövetkezete, amely hát Muzsia, Lukácsfalva, Magyar Szent Mihály és a környező települések, falvainak a lakosait gyűjti egybe, és hát egy hihetetlen példaértékű kertészettel, magtermesztéssel és földolgozó, élelmiszeripari feldolgozó tevékenységgel is foglalkozó több mint 200 embernek munkát adó vállalkozás bontakozott ki, és hát ez azért azt hiszem, hogy ugyancsak egy olyan modell lehet, amelyre oda kell figyelnünk, és ezeket a tapasztalatokat a Nemzeti Tanácsnak akár kulturális turizmusról, akár az oktatási programokról beszélünk, mint tanműhelyt vagy tangazdaságként is oda kell figyelni, és ezt a tapasztalatot szeretnénk tőle megkapni. Nagyon sok napirendi ponttal készülnek, a hivatalosan kiküldött meghívón 79 szerepel, és ahogy már említettem, az interneten megjelenő információk szerint körülbelül 1200 oldalnyi anyagot küldött ki június 4-én este. Így van, nagyon sok anyagot kitöltünk, de ami a lényeg az, hogy a napirendek körülbelül egy harmadát már két hónappal ezelőtt kiküldtük, hiszen azáltal, hogy a végrehajtó bizottság mandátuma megszűnt az április 20-ai ülésen, ebből adódóan az akkorra kiküldött anyagot napirendről levettük, és amelyek a végrehajtó bizottság hatáskörébe tartoztak. Ezeket most újra napirendre tűztük, tehát igazán ezek már nem ismeretlen anyagot, a teljes dokumentációval a tanácstagok megismerkedhettek,
és hát blokkokba, ha szétosztjuk, akkor látni fogjuk, hogy bármennyire sok napirendi pontunk van, a legtöbb olyan fontos iskolához, tagozathoz kapcsolódó döntés az oktatáson belül, amelyeket formális és egyéb határidős döntések alapján meg kell hoznunk. Szomorú, ahogyan látjuk, hogy hány napirendi pont kapcsolódik ahhoz, hogy a 15 főnél kisebb létszámú diákoknak engedélyezzük, hogy osztályt lehessen nyitni. Látjuk ugyanakkor a kultúra területén, a társalapítói, alapítói jogoknál, az igazgatói bizottsági jelölésekhez kötődő döntéseket. Tehát igazán azt hiszem, hogy ha jól akarunk működni és hatékonyak akarunk lenni, akkor bármilyen magas a napirendi pontok száma, a döntéshozatalon kívül az érdemi vitára, azt hiszem, hogy a végrehajtó bizottsággal kapcsolatos személyi döntéseknél kell, hogy kitérjünk részletesebben, és egy tájékoztatót is szeretnék elmondani a Magyar Itabélyi szoborlopással kapcsolatban, hogyan tovább, hiszen a VMDK már a múltkori ülésen egy kezdeményezéssel ért, most sürgősségi eljárással módosító javaslattal szintén él, és hát ezt szeretnénk körbejárni, hiszen nekünk a legfontosabb annak a közösségnek az akarata, döntése, hogy hogyan tovább, hát a magyar itabélyéket hallgattuk meg, és a magyar itabélyi illetékesek el is juttatták a nemzeti tanácshoz a kérelmüket, és ez lesz a kiinduló pont, és ez alapján fogunk megtenni mindent azért, hogy a jövőre már a magyar itabélyi megemlékezése, március 15-i ünnepségen méltóképpen tudjuk megemlékezni aznak a szobornak a másolatával, amely ugye színfájdalmunk szerint ugye legtöbb embernek nagyon szomorúan kell megállapítani, hogy nagy valószínűséggel nem fog már megkerülni. Mindenről bővebben akkor a szerdai ülést követően. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A Magyar Kanizsai Rozsnyik Szabolcs, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium érettségizője, miután a szén nanocsövek témájára végzett kutató munkájával Varsóban megnyerte a középiskolások tudományos versenyének európai döntőjét, nemrégiben Magyarország színeiben részt vehetett az Amerikában megrendezett nemzetközi innovációs versenyen, ami a világ legnagyobb középiskolás diákok számára megrendezett tanulmányi verseny. A fiatal kutatóval Bödő Sándor beszélgetett. Köszöntöm nézőinket! A Magyar Kanizsai Rozsnyik Szabolcssal már rengetegen foglalkoztak újságok, rádiók, televíziók, mégpedig annak okán, hogy nemrég az amerikai Pittsburghben ő képviselte Magyarországot, ő is többek között képviselte Magyarországot a világ középiskolásainak szánt legnagyobb tudományos versenyén. Hát, hogy milyen eredményekkel is, hogyan, azt majd maga Szabolcs fogja elmondani nekünk. Köszöntelek, Szabolcs, és hát arra kérlek, hogy röviden számolj bár be nekünk arról, hogy mi volt ott Pittsburghben, mivel jutottál ki, és milyen eredménnyel zárult ez a hatalmas megmérettetés, mert ha jól tudom, 1700 jelentkező jutott el a pittsburghi döntőre. Igen, tehát akkor a munkámmal kezdeném, hogy bevezessük az egészet, tehát én színnanocsövekkel foglalkoztam. Mint tudjuk, a szénnek a világban külön módosai vannak. Tehát a grafit és a gyémánt csak tisztán szénatomokból épül fel, és a különbség a grafit és a gyémánt közt pusztán ezek az atomok az elrendeződésében rájlik. És a szénanocső egy ilyen harmadik ilyen módosat, amivel én foglalkoztam a munkám során. Erről azt kell tudni, hogy nagyon jó fizikai tulajdonságai vannak. Tehát nagyon jó a szakítószilárdság, a kemény, mint a gyémánt, sokkal jobb vezető, mint a rész. Ezért szeretnénk felhasználni különböző területeken, de önmagában a szénanocső egy ilyen fekete por, hasonló a grafit. Tehát nem nagyon lehet önmagában felhasználni, muszáj vagy tömöríteni, hogy legyen formája, vagy keverni más anyagokkal. És én ezzel foglalkoztam, mégpedig úgy, hogy ha van olyan lehetőség is, hogyha különböző egyéb anyagokat viszünk a szénanocső felszínére, azok azzal, hogy ott rajta vannak a felszínen, mikroszkópikus szinten,
tudnak különböző tudásokat befolyásolni, és én azzal próbáltam játszani a kutatás során, hogy lehetne több anyaggal több tulajdonságot befolyásolni. Na most ugye köztudott, hogy a grafit az puha, a gyémánt viszony nagyon kemény. Igen. Na most ez a te általad kikísérletezett, vagy majd kikísérletezendő anyag, ez a kettő között van valahol? Önmagában a színonocsőnek elméletileg keményebbnek kell lenni ideális esetben, mint a gyémánt. Hogy most ezt hogyan gyártják le, az okozhatni némi változás a szerkezetében is, és így gyengébb lehet, de önmagában a magas színonocsőnek a keménységét a gyémántéval veszi fel a versenyt, és én különböző más anyagot szeretnék rávinni, amivel más tudásokat lehetne előidézni, például a kokáért öntisztó felületeket lehetne kialakítani. Ez azért lenne érdekes, mert így öntisztó autókat lehetne majd talán egyszer létrehozni. Úgy kell elképzelni, hogy a színoncső az nagyon jól lehetne felhasználni majdnem bármilyen területen, tehát például autóiparban is, mert egy könnyű, erős ezért az autó, könnyebben, gyorsan, biztonságosabb lenne, ami mindenféleképpen jó tulajdonság. És például azzal, hogy a színoncső felszínére viszünk fotokémileg aktív anyagot, ez a színonocs az, hogy rajta van, a fény energiát át tudna alakítani kémiai energiává, és ezáltal ugye tudna az autó felszínt tisztítani, az a színonocs kompozit, amit belekevertünk az autóba. És én azt szerettem volna vizsgálni, hogy lehetne több ilyen anyagot rávinni, és akkor egyszerre több ilyen tulajdonságot adni ezeknek a színonocs kompozitoknak, és ezeket gyakorlatilag bárhol felhasználni, akkor erre a lehetőség nyílik. Csak egyelőre még a kutatáson én a kezdeti fázisában tartok. Sajnos nem lettem díjazott, de abszolút mértékben elfogadom, és egy hatalmas élmény volt számomra ettől függetlenül az egész, mint szakmai szempontból nagyon hasznos és sikeres volt, és ezen kívül mindegy út utazás is nagyon emlékezetes volt. Mivel a Szegedi Tudomány Egyetemen gyakorolgattál és kísérletezgettél, magától értetődően adja a feltételezett választ, hogy a gimi befejezése után a Szegedi Tudomány Egyetemen kémia vagy valamilyen szakon fogod majd folytatni tanulmányaidat. Erre most nem kis meglepetésemre 5 perccel ezelőtt bejelentetted, hogy orvos akarsz lenni, hát hogy lett ez, hogy jött ez most a képbe? Igen, ez mindenki meglepődik ezen. Nos, egy hatalmas nagy gondolkodási folyamatnak az eredménye, tehát múlt nem egész még ezen gondolkodtam, és igazából rajtottam, hogy tehát az orvostudománynak, a tudomány része érdekel, amely igazából a kémiának és a biológiának a számomra érdekes területét fedi le. Például okáért a színoncsövetnek is hatalmas potenciál van orvosi felhasználás terén, tehát ez is nagyon érdekes ennek kutatni, és végül azért döntöttem orvosi pálya mellett egy ilyenre így fogalmaznék, mert szeretnék ezekkel foglalkozni, például színoncsokat, vagy bármilyen más anyagokat, bármilyen más kémiai eljárásokat, hogyan lehetne használni különböző orvosi felhasználásokban, akár gyógyszerekben, akár valami orvosi eljárásokban, képalkotásban, bármiben, és ezt szeretném majd orvos befejezése után vizsgálni, inkább kutató orvos szeretnék lenni. Azt írták a lapok, és sokfelé is hallottam, hogy ki tehetségnek nevezett, ki ifjú tehetségnek, ki kis tudósnak, de csoda gyereknek is. Minek tartod magad? Nehéz meghatározni, igazából egyiknek se. Tehát szerintem a kutatói szint az ennél jóval magasabban van, tehát hogy vagy kutasson az önmagában egy életforma, lehet meg közhelyben lehetni nevezni, tehát az nagyon sok áldozattal jár, nagyon sok képzéssel, egy jóval magasabb szint, hogy egy kutatónak, vagy ifjú kutatónak nevezhessen magam. Bizonyítottad már, hogy sok mindenre képes vagy, és szurkolunk, hogy az orvosi kutatásokban is sikereid legyenek, hát ha egyszer tényleg egy olyasmit is kreálsz majd, ami az emberiség számára hasznos dolog lehet. Köszönöm szépen. További jó tanulás, sikeres felvételit kívánunk, és jó egészséget hozzá. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Rozsnyik Szabolcssal, a Magyar Kanizsai Fiatal Kutatóval beszélgettünk el, aki a nemrégiben Pittsburghben, az Amerikai Egyesült Államokban befejezett világtalálkozón, az ifjúsági kutatók találkozóján Magyarországot képviselte. A tudásszerzés anyanyelven a legkönnyebb. A magyar oktatás tudást ad. Kiszámítható tudás, támogatás, életpályamodell. A magyar nyelvű oktatás távlatokat nyit. Érvényesülésünk alapja a magabiztosság. A magyar oktatás önbizalmat ad. A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomaggal, iskolabusz programmal, tartalmas képzésekkel és programokkal támogatja a magyar oktatást választó családokat. Írassa gyermekét magyar osztályba! We'll be right back.
Ferenc pápa szombaton Bosznia és Hercegovina fővárosába látogatott. Ez volt az első olyan pápai látogatás, amelynek politikai, illetve diplomáciai vetülete is volt. A Szentatya az ország vezetőivel is találkozott. A katolikus egyház fő Szarajevóban 70 ezer ember előtt mutatott be szentmisét. A híveket a béke megőrzésére és a háborúk elítélésére szólította fel Ferenc pápa. Összefoglaltuk a pápai látogatás legfontosabb mozzanatait, utána pedig két vajdasági zarándok lesz a közügyek vendége. Ferenc pápa szombaton 9 órakor érkezett meg Szarajevóba. A repülőtéren Bosznia-Hercegovina elnökségének horvát tagja Dragan Čović, valamint Vinko Pujić szarajevói bíboros és Luigi Pezzotti apostoli nuncius fogadta. A Szentatya először az államvezetés több tagjával találkozott. Béke veletek, ezzel a mottóval ment Ferenc pápa Szarajevóba 20 évvel a daytoni megállapodás után. Ez a harmadik alkalom, hogy egy pápa Bosznia-Hercegovinába látogat. Korábban II. János Pál járt Szarajevóban és Banja-Lukában 1997-ben és 2003-ban. Ferenc pápa 2 évvel ezelőtti megválasztása óta nem sokat utazott. A szarajevói a 8. külföldi útja. A 20 évvel ezelőtti háborúk és véres konfliktusok után Szarajevó újra a párbeszéd és a békés egymás mellett élés helyévé vált, hangsúlyozta Ferenc pápa a bosznia-hercegovinai elnökség épületében tartott sajtótájékoztatón. Azt is kiemelte, hogy nem szabad megelégedni azzal, amit a megbékélési folyamat során eddig elértek az országban élő nemzetiségek, hanem tovább kell dolgozni azon, hogy a balkáni ország ismét a tolerancia jelképe lehessen. A politikusokat az alapvető emberi jogok elsősorban a vallás szabadság tiszteletben tartására szólította fel. Szombaton szentmisét is szolgáltatott a pápa Szarajevóban. Zsúfolásig megtert a Kosevó stadion a hívekkel. Többségében fiatalok voltak jelen. Ugyanakkor a szervezők a stadion egyik szektorát azoknak a személyeknek tartották fenn, akik az 1991-től 94-ig zajló háborúban szenvedtek sérülést és lettek rokkantak. Ferenc pápa a szentmise homiliáját egyetlen hatalmas témának szentelte, a békének. A katolikus egyházfő kiemelte, hogy a béke Isten ajándéka és terve az emberiség számára, de mindig ellenkezésbe ütközik. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg is több háború és fegyveres összeütközés folyik a világban, és szavai szerint egyfajta darabokban vívott harmadik világháborúban élünk. A háborúval azonban együtt járnak a menekülttáborokba kényszerített gyerekek, öregek és asszonyok. A háborúval együtt járnak a lerombolt épületek, és a háborúval együtt járnak a tönkretett életek is, amit a Bosznia-Hercegovinában élők pontosan tudnak. Ezért is fontos, hogy Szarajevóból hangozzon fel a kiáltás, soha többé háborút, nyomatékosította Ferenc pápa. A szarajevói pápai szentmisére Szerbiából szervezetten 1046-an utaztak. Részt vett és koncelebrált a szentmisén Németh László nagybecskereki megyés püspök is. A pápai szentmise oltárát 25 méteres magasságban állították fel. Itt kapott helyet egy 250 kg-os kereszt a megfeszített Jézussal, amely erre az alkalomra készült. A misére szólító harang és az a domborműves szék is külön erre az alkalomra készült, amelyen a pápa a mise alatt ült. Ezt egyébként egy muszlim család készítette. Az évtizedek óta asztalos munkákkal foglalkozó Hajderová cég a mostani megbízást ingyen vállalták. Ferenc pápa szombat délután fél 5-kor mintegy 300 bosznia-hercegovinai pappal, szerzetessel és szeminaristával találkozott a szarajevói székesegyházban. A Szentatya előre elkészített beszédében azokhoz szólt volna, akik teljes időben dolgoznak az Úr szőlőjében. A forgatókönyvet azonban átírta, amikor egy szerzetes, egy pap és egy apáca az 1991-94 közötti háborúban átélt szenvedéseiről mesélt a Szentatyának. Ferenc pápa ekkor döntött úgy, hogy szívből szól az összegyűltekhez. Az átélt kínokat nem szabad elfelejteni. Ez kell, hogy segítsen békét teremteni. Arra kért mindenkit, hogy amikor egy fogfájás miatt panaszkodnak, vagy egy új televízió után sóvárognak, emlékezzenek arra, hogy elődeik miken mentek keresztül, és mi mindent tettek meg.
Ferenc pápa útja ezután a fiatalokhoz vezetett. Izgatottan, hatalmas üdvribalgással fogadta a katolikus egyházfőt az ifjúság. A fiatalok alkalmi műsora után a pápa azt is lehetővé tette számukra, hogy kérdéseket tegyenek fel neki. Ferenc pápa egy ilyen kérdésre válaszolva elmondta, a mai emberek lelkét a televíziózás és a sok internetezés teszi tönkre. Majd azt üzente a fiataloknak, nézzenek magukba, ne legyen én és ő, hanem mi, és mindenki együtt építse a jövőt. Ferenc pápa, akinek szarajevói látogatása a béke köré fonódott, elmondta, a békéről könnyű beszélni, és sok nagy ember dobálózik is ezekkel a szavakkal, miközben fegyvereket árulnak. A fiatalokat arra szólította fel, képezzenek hidat, legyenek a testvériség képviselői. Ferenc pápa szarajevói látogatása este 8 órakor ért véget. Vajdaságból is sokan vándoroltak el Szarajevóba, két vajdasági zarándok itt a közügyek stúdiójában. Két kollégám, Szalai Attila a hétnap munkatársa és Friedrich Gertróda Pannon RTV munkatársa, illetve a Szabadkai Gyermekszínház színésze. Kollégák vagyunk, tegeződünk, sziasztok! Szia! Kiknek a szervezésében mentetek? Külön szervezésben voltunk Attilával. Én nem csak erre a szarajevói pápa látogatásra mentem, hanem háromnapos zarándok útra. Először is Medjugorjeba mentünk, még csütörtökön hajnalba indultunk a Szent György plébánia, Szabadkai Szent György plébánia szervezésében, Palatinus atya szervezésében. És te? A Szabadkai püspökség szervezésében, én úgy tudom, hogy 600-an mentünk, 10 autóbusz. 1046 vajdasági zarándokot egyébként a hivatalos adatok szerint szervezett. Igen, de ebben a szervezésben úgy tudom, a Nagyfényi plébános volt az egyik szervezője, de mi autóbuszunkban a kispiaci Szél József atya volt, akinek ezen így által megköszönném, nagyon szépen levezette oda-vissza az egész utat, úgyhogy nagyon nagy élmény volt vele utazni. Mi volt a személyes indítatás? Hát amikor én meghallottam, hogy a közelbe jön a pápa, akkor azt mondtam, hogy ha csak egy mód van rá, akkor én megpróbálom ezt úgy intézni, hogy én ott tudjak lenni a közelben. Eddig sose jutott eszembe, de most, ahogy Ferenc pápa van, most úgy éreztem, hogy most akkor el kéne menni. Pápa személye volt a döntő? Hát nekem vannak egy-két, tehát szakmai indítatásból, mint hogy én karikaturista vagyok, tehát ez egy nagy kihívás, hogy az ember egy karikatúrát tudna ajándékozni. Persze, hogy ez egy teljesen más dimenzió. 95-ben, amikor elkezdtem rajzolni, akkor fölmentem Pestre a Szent István Bazilikába, és ott kértem a Jóistent, hogy belőlem legyen egy jó karikaturista. És mit ad Isten, 20 évre eljön a pápa a legközelebb Szarajóba. Hát szintén sok minden jót kívántam, nem csak magamnak, még az ellenfeleimnek is, úgyhogy egy nagyon, ahogy mondja Gertrúd, ez egy felejthetetlen pillanat, mondtam, hogy ezt kihagyni, és mondjuk rá én mondtam, hogy ez egy nagy dolog lesz, hát voltak mellettem fiatalok, akik 5-5-ször látták már nem ezt, hanem 5 többi pápát, na akkor egy kicsikét összementem, de nagyon nagy élmény volt. A pápa programjának mely részeinél voltatok ott, vagy pedig már a stadionban álltatok és vártatok egész nap, hogy odaérkezzen? Hát talán kezdtem, mert te sokkal előbb odaértél. Én állítólag 4 órakor, nem tudom, mert ott fölkeltettek bennünket, 4 órakor valahol már ott megállítottak a Szarajevó külváros, de nem is volt ez már külváros, és olyan 17:30 körül jutottunk be a stadionba. Nagyon érdekes, hogy nagyon közel állt meg az autóbusz, tehát szó szerint. Ellentétben velünk, akik 1 órát gyalogoltunk a stadionig. Hát most én nem akarom mondani, hogy itt a sarkon a posta, tehát 200 méterre volt. És 17:30 körül már bementünk, és most, hogyha azt nézzük, hogy 11:00 jött a pápa, és 1 órakor jöttünk ki, hát az olyan, hogy olyan elég hosszú idő, valaki azt mondja, hogy akkor várjál 11-ig. Várjál, és mondja, hogy várjál annyit, hogy majd valami történik. Ez hihetetlen. Tehát én mondjuk rá ezt a pillanatot még azért kihasználtam, hogy vittem egy fényképezőgépet, és tényleg fantasztikus, az én szerintem jó képeket csináltam, teljesen megható, teljesen más megközelítésben, és elég hosszú volt ez a várakozás, de hát jó van, megérte.
Mi 9:30-kor érkeztünk be a stadionba, de borzasztó meleg volt. Tehát mindenki tudta, hogy vizet kell vinni, élelmet kell vinni, és ott nagyon meleg lesz, tehát kalap meg minden, de 11 órára már azért, hogyha nem készültél mindezekkel, akkor eléggé piros voltál. Mennyi víz? Nem tudom, szerintem 2 litert, fél tíztől biztos, de nagyon liter. Sok fiatal hordta mindenfelé a vizet. Tehát akinek, önkéntes volt. Önkéntesek. Még megemlíteném ez mellett, hogy tehát az atléta pálya, ami szabadra volt hagyva, mert hát ott ment végig a bejövetelkor a pápa mobillal, tehát ott a szélén, hát én nem tudom, 1000 liternyi víz, tehát raklapokra, és az egy nagyon szép látvány volt, hogy nem csak a volontőrök, hanem ferences atyák, apácák marék számra vitték az ásványvizet és vitték az emberek. Azt el lehet mondani, hogy nagyon, nagyon klasszul meg volt szervezve, tehát a rendőrök is várták a buszokat, és mindenki ment át a piroson, és külön sávot hagytak a zarándokoknak, és aztán bent a városközpontban is, tehát minden a legnagyobb rendben volt, tehát ők biztosították mindenkinek a jólétét. Egyébként az a miénkemet, mi most, hogyha már egymástól ragadjuk a szót, ami nagyon attól függetlenül jó eset persze, hogy üdvözölték különböző világ részéről jött zarándokokat, voltak kínaiak, mongolok, jóan a környező országok, és bizony megemlítették Szerbiát is, és hát egy kőkemény vastap volt. A 60 000 ember, 70 000 ember tapsolt. Tehát jó érzés volt, hogy nem egyen. Ez nem egy foci meccs volt. Akkor beszéljünk inkább arról egy kicsit, hogy közben, amíg várakoztatok, tudtatok-e beszélgetni más csoportokkal? Váltottatok-e néhány szót? Mit hallottatok, mit tapasztaltatok a többiek irányából? Hát amikor már elfoglaltuk a helyünket, akkor onnan már nem nagyon lehetett kimászkálni, mert tömeg volt, előttünk Szerbiából érkező csoport volt, ők nem magyarul beszéltek. A szerb zászlót lengették. Nekem nagyon érdekes volt, hogy én egyszer kérdeztem a leánykát, tehát a volontőrt, hogy lemehetek-e, mert látom, hogy mennek. Persze ott voltak vizek is. Nem, hát megérti, hogy őt nem lesz baja, de nem biztonság. Jó. És utána, amikor a pápa fölment az oltára, és már tartotta mise, úgy teljesen az oltárig, majdnem, hogy a VIP-ig be lehetett sétálni. Tehát teljesen laza lett az egész. És hogy kivel találkoztunk, láttam két lány mögöttünk egy 3 sorra megjöttek, és látom, hogy egy szép nagy fényképezőgéped, de mondom, hát a kislány majd maga hogy fogja magát lefényképezni? Hát mondom, hát leszek olyan, hogy lefényképezem én, és akkor majd itt egy e-mail, 4-1 kártya, és amikor olvassa fel, hogy Szalai, mondom, igen. Azt mondja, hát mink újvidéki magyarok vagyunk. Úgyhogy 4 lány volt Újvidékről, úgyhogy már el is küldtem neki a képeket. Úgyhogy. Ilyenek voltak a biztonsági intézkedések. Korábban azt lehetett hallani, hogy nagyon-nagyon készülnek ebből a szempontból is. Átvizsgáltak mindent? Belenéztek azért szatyorba. Lazán. Én azt mondom, hogy inkább lazán. Az úgy érdekes, tehát most persze egy profi az mindjárt, tehát rengeteg helikopter körözött, igen. Nagyon érdekes volt, tehát azt úgy most jut eszembe csak, hogy ahogy jött a félkörbe a pápa, akkor azokon a kijáratokon, akkor ott megjelentek a rendőrök. Tehát ott, ahogy ő ment, akkor azt a részét, hát biztos, hogy volt ott bent több ezer. De ebből nem érzékeltetek semmit? Nem. Abszolút, és nem volt abszolút. Olyan érzésed, hogy, nem hogy volt, itt bárhol, bármikor történhet valami. Semmi köze. Tehát ez, mondom, hogy mondtad, hogy a szerb zászlót lengették, én csináltam egy olyan fotót, hogyha háttérben a horvát is mellette a szerb zászló. Szóval lehetett korábban arról is hallani, hogy az iszlám állam fenyegetőzik, környezet egy olyan, amely alkalmas, lehet idézőjelben alkalmas, akár egy támadásnak, vagy valamilyen incidensnek nem tartottatok semmilyentől, amikor megindultatok? Szinte nekem eszembe se jutott. Én Bicbi mondtam valamit, hogy a 7 nap halottja lehetek, de nem, szóval nem. Beszéljünk egy kicsit a Szent Miséről, és azt hogyan éltétek meg?
Hát ugye gyönyörű volt a mise előtti rész, amikor rengeteg gyerek énekelt, és mindenféle csoportok léptek be. Nekem a legnagyobb élményem az volt, amikor körbejött a pápa, és hát nagyon, nagyon közelről lehetett látni. Milyen és távolságra voltál tőle? 100 méter. 105. Úgy körülbelül. De le lehetett volna menni vagy akkor még annyi se. Igen. És abban a pillanatban, ahogy odaért, azt vettem észre, hogy folynak a könnyeim. És akkor hát ez tartott egy percig körülbelül, aztán kaptunk ilyen kis füzetecskéket, és akkor abból lehetett követni a misét, bekapcsolni, Horváthtól ment a mise, ugye, és akkor lehetett énekelni, imádkozni. És abban a füzetecskében pedig olvastam, hogy azt hiszem, hogy Szerbiából volt egy kórus. Most nem tudom pontosan, de ott átlapoztam. Nekem szintén ugyanaz, amikor a pápa belépett, tehát az a pillanat, amikor belépett. Tehát a két műsorvezető persze a szöveggel úgy fantasztikusan vezette, tehát most nem akarom mondani, hogy mindegy show, de az ember tehát direkt robbant, hogy na, most már akkor jöjjön be, itt ülök már 4-5 órája, és akkor még azt mondja, hogy hát most a helikopter itt van már fölöttünk, ez biztos közel van már a pápa, és amikor belépett, azt nem lehet, mert mi, ahogy ő jött felénk, mert hát úgy, akkor persze mindig, aki közelebb volt, az szólalt föl, az örült legjobb, és ez tényleg mint egy ilyen hullám jött végig ez a taps. És előtte pedig ugye a tömeggel betanították a különböző, hát hogy is mondjam, hát üdvözléseket a pápának, és aztán amikor már vége lett a misének, akkor valaki elkezdte skannálni, hogy pápa mit évoli ma? Nem ezt, hanem ezt ugye többször mondtuk, hogy frányó. De volt. Nagyon röviden az időnk már lejárt. Azt mondják, hogy Ferenc pápának rettenetesen nagy kisugárzása van. Ezt éreztétek? Hát, igen? Majd meghozza a jövő, majd megmutatja. Szerintem igen. Igen. Köszönöm, hogy bejöttetek. Csantavéren tartották a 39. Durindót és az 52. Gyöngyösbokrétát, a vajdasági magyarság legnagyobb népzenei és néptánc fesztiválját. A kétnapos rendezvényre Vajdaság egész területéről érkeztek a fellépők. Hagyományápolók lepték el a hétvégén Csantavért. Az északbácskai falu volt a házigazdája a vajdasági magyar népzenei együttesek, szólisták és néptánc csoportok hagyományőrző szemléinek. Szombaton a Durindót a csantavéri festők kiállításával nyitották meg. Ezt követte a helyi színház udvarában felállított szabadtéri színpadon az ünnepélyes megnyitó. A tánc, a zene és a népi kultúra fennmaradása legyen a legfontosabb a jövőben is az itt élőknek, emelte ki Szabó Gabriella, a fesztivál tanácsának elnöke. Ezzel megnyitom az 52. Gyöngyösbokrétát és a 39. Durindót itt, Csantavéren. A fellépők két helyszínen daloltak, a színházteremben és a szabadtéri színpadon összesen 102 népdalkórus, énekes szólista, hangszeres csoport lépett fel. A bajmoki gombolyító népdalkórus 7 tagot számlál, Janó Sándor az egyedüli férfi a hölgykoszorúban. A rendezvényen bácskai lírikus népdalokat adtak elő. A tanárnőnk, az oktatónk, népdaloktatónk Kanalas Zsófia válogatása a népdaloknak, és hát ebben az évben készültünk erre a találkozóra. Csantavér számára fontos volt, hogy ezt a rendezvényt a faluban rendezték meg. Mindannyiunknak fontos, én úgy gondolom, hogy az egyetemes magyarságnak is, hiszen a vendégeink által, barátaink által, akik jönnek az anyországból, eljut majd a jó híre ennek a rendezvénynek messzebbre is. És hát nagyon fontos az, hogy Csantavére 84-ben volt utoljára Csantavéren, tehát az, hogyha jó számolok, akkor az 31 éve. Mi nem ez, mi
Különösen a fiatalok azok, akik szívesen nyúlnak más tájegységek hagyományaihoz, dalaihoz, mondta Szabó Gabriella, a fesztivál tanácselnöke. Hát itt nincs ilyen kitétel, hogy csak vajdasági dalokat énekeljenek, bármelyik tájegységből válogathatnak, hiszen egy a nemzet. Szombaton a Durindót kirakodó vásár, kiállítások és koncertek kísérték. Vasárnap szentmisével kezdődött a Gyöngyös Bokréta. A csantavéri páduai Szent Antal templomban a plébános megáldotta a néptánc csoportokat, hogy jól sikerüljön a fellépésük. Mintegy 800 táncos érkezett Vajdaság egész területéről Csantavérre, az 52. Gyöngyös Bokrétára. Dobogtak a csizmák és suhogtak a szoknyák. A szentmisét a hagyományos díszfelvonulás és menettánc követte, majd kezdetét vette a Néptáncfesztivál. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke arról beszélt, hogy ez egy életet adó, életenergiát adó rendezvény, amiből táplálkozhatunk. Azt gondolom, hogy fokmérője az életerőnek. Azért fokmérője az életerőnek, mert itt látszik körülbelül, hogy az, ami a magyarság, az itteni magyarság gyökérzete, az milyen állapotban van, és abból mi sarjad. A fesztivál a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt fontosságú rendezvénye. A 90-es években is most érzem igazán úgy, hogy ennél fontosabb rendezvényünk nem volt. A reménytelenségben a remény. Tehát a hagyományból hogyan tud egy új generáció föltámadni, megmutatni erejét, a táncában hitét. A magyarság sokszínűségét a különböző népviseletekben is láttatták a csoportok. Hát, hogy hanyadik ízben azt lehet, nem tudom pontosan megmondani, de az első Gyöngyös Bokréta, amin táncosként fölléptem, az 98-ban volt. Hajdúsági népviselet van rajtam. A Csantavéri Színház az előzetes bejelentések ellenére nem készült el a rendezvényre. Maglai Jenő Szabadka polgármestere szerint azonban ez a projekt is hamarosan megvalósul. Egy pár nappal ezelőtt érkezett meg a másfokú döntés Belgrádból a Csantavéri Színház ügyével kapcsolatban, és én remélem, hogy ha nem lesz újabb fellebbezés, akkor valamikor július folyamán elkezdhessük a munkálatokat. A néptánc együtteseket felvonultató Gyöngyös Bokréta ötlete a nyugatbácskai Gomboson született meg 1936-ban. A kezdeményezés néptánc mozgalomként indult. Az első Durindó Fesztivál egy paraszt szitera verseny volt 1977-ben. Az eseményen az vehetett részt, akinek volt vagy készített magának paraszt citerát. A következő Durindónak és Gyöngyös Bokrétának torda ad majd helyet. Ez volt már a közügyek, holnap Vadlövő Gabriella várja majd Önöket 18 órától. Szép estét!